Átalakította az Oktatási Minisztérium a közoktatásban résztvevő diákok számára kiírt ösztöndíjrendszert. Fiatal tehetségek népi kavalkádja címmel népzene, néptánc és népdalestre kerül sor pénteken a Szilágyi vendéglőben. Köszöntöm nézőinket, önök a Fénypontot látják szeptember 19-én. Jó estét kívánok! Az Oktatási Minisztérium rendelete értelmében ebben a tanévben a diákok jogosultak kiválósági érdem, szociális és műszaki ösztöndíjra. A tanulók havonta nagyobb összegeket kaphatnak. Az érdemjuttatás 450 lej, a kiválósági juttatás elérheti a 3000 lejt, a szociális ösztöndíj pedig 300 lej. A jogosultaknak legkorábban november közepén utalják az első két havi ösztöndíjat. Átalakította az Oktatási Minisztérium a közoktatásban résztvevő diákok számára kiírt ösztöndíjrendszert. A 2023-2024-es tanévtől 6 különböző ösztöndíjban részesülhetnek a diákok. Azok a diákok részesülnek kiválósági ösztöndíjban, akik a nemzetközi versenyeken, valamint az Oktatási Minisztérium által szervezett versenyek országos szakaszain, sportvetélkedőkön első, második vagy harmadik helyezést értek el. Azok a gyermekek is megkaphatják, akik tantárgyversenyeken első, második, illetve harmadik helyezést értek el. A kiválósági ösztöndíjakat a tanév első felében kapják meg a diákok, az előző tanévben elért eredmények alapján. Az ösztöndíj havonta jár a tanulóknak, a kiválósági ösztöndíjasok 700 és 3000 lej közötti összeget kaphatnak, attól függően, hogy milyen versenyen vettek részt és hányadik helyezést érték el. Változás, hogy idéntől minden osztályban a legjobb eredményeket elért tanulók 30%-a jogosult érdemösztöndíjra. Az ötödikesek első két tanulmányi modulban elért jegyeik alapján kapnak érdemösztöndíjat. A kilencedik osztályosok esetében a felvételi jegyet veszik figyelembe. Az érdemösztöndíj az iskolai tanulmányai versenyek megyei szakaszainak első, második vagy harmadik helyezéséért is jár, valamint a nemzetközi versenyekre készülők szűkített keretének tagjai is megkapják. Az érdemösztöndíj összege az eddigi havi 200 lejről havi 450 lejre emelkedett. Szociális ösztöndíjat kérhetik azok, akiknek a családjában az elmúlt 12 hónapban az egyfőre jutó jövedelem nem haladta meg az országos nettó minimálbér 50%-át. Az elbíráláskor figyelembe veszik az állandó jövedelem értékét, beleértve a gyermeknevelési pótlékot is. Szociális ösztöndíjat kapnak az egyszülős családban nevelkedő diákok az egyfőre eső átlagjövedelemtől függetlenül. Jogosultak még a juttatásra az árvák és azok a diákok, akik különböző fogyatékossággal, daganatos, genetikai, idegrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi vagy krónikus betegséggel élnek. Az ösztöndíjasok havonta 300 lejben részesülnek. A minisztériumi rendelet szerint 700 lejes ösztöndíjat kaphatnak a kiskorú anyák. Műszaki ösztöndíjat kapnak azok a tanulók, akik szakmát tanulnak a középiskolai tanulmányaik során. Arra kérik a szülőket, hogy amennyiben gyermekeik bármelyik típusú ösztöndíjra jogosultak, érdeklődjenek az osztályfőnököknél, illetve az iskolák titkárságain. Javában zajlik már a burgonya betakarítás Hargita megyében, a gazdák idén a tavainál jobb termésnek örülhetnek. A termés mennyiség nagyon változó, hektáronként 18-40 tonna között mozog, nyilatkozta a Székely Honna Kronfeld Zsord, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője. A megyei átlagtermés 22-23 tonnára satszolják hektáronként, ami jobb, mint a tavaly. A termésnek egyelőre kevesebb, mint a fele van betakarítva, de az időjárás kedvez a pityóka szedésnek, és ha ez továbbra is így lesz, akkor jövő ütemben zajlik le a betakarítás. Hargita megyében idén mintegy 6500 hektáron termesztettek burgonyát a gazdák, ebből nagyjából 4500 hektárt tesz ki a piacra termelő gazdák területe, a többin háztáji, saját fogyasztásra történő vagy kisgazdasági krumpli termesztés zajlik. Fiatal tehetségek népi kavalkádja címmel népzene, néptánc és népdalestre kerül sor pénteken a Szilágyi vendéglőben. Az esemény célja, hogy a gyergyószéki népzene, néptánc és népdaloktatás nagyobb népszerűséget élvezzen már a gyerekek körében is.
A népzenének és a néptáncnak Gyergyószégen nem csak a múltban, de a jelenben is közösségépítő szerepe van. A táncalkalmakkal az emberek közötti kapcsolat és az összetartás erős tud maradni, vallják a szervezők. Ezzel a céllal kerül megrendezésre a Fiatal Tehetségek Népi Kavalkádja est is, amelyen fellépnek Gyergyószék tehetséges fiataljai, a közönség pedig népi hangszerekkel, népzenével, néptánccal ismerkedhet pénteken este. Gyergyói, Gyergyó térségi népi kultúra iránt érdeklődő szülőket és gyermekeket várjuk. A rendezvénynek az a fő célja, hogy beindítsuk Gyergyószentmiklóson is a hangszeres népzene oktatást. Ez a Gyergyói Hagyományok Háza, az Erdélyi Hagyományok Háza, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ közös karöltött programjának tekinthető a pénteki rendezvény. A rendszeres oktatást meg a Hagyományok Háza fogja rendezni, és az a fő célja a rendezvénynek, hogy fölkeltsük az érdeklődést a gyergyói közönségben, hogy a népi kultúrával igenis érdemes foglalkozni, mert ez nem egy avid dolog, hanem ma is időszerű, és a fiataloknak nagy szüksége van rá. Az előadás szeptember 22-én pénteken 18 órától a Gyergyószentmiklósi Szilágyi vendéglőben lesz, amit táncház követ. Kísér a Tarló zenekar. Az előadásban több településről vesznek részt népdalénekes, zenész, táncos tanítványok, az Erdélyi Hagyományok Házától, így lesznek fellépők Gyergyószentmiklósról, Gyergyócsomafalváról, Gyergyóalfaluból, Gyergyószárhegyről és Gyergyóremetéről. A jelenlévők megtudhatják azt is, hogy melyik településeken folyik, illetve indul népzene, népdal és néptánc oktatás. Elsősorban a gyergyói medencére jellemző hagyományos hangszerekre összpontosítunk. Itt a vonós együttesekre, de ezen kívül lesz énekes produkció is, és táncprodukció is. Még az egyszerűbb, de a nem hivatásos zenészek körében alkalmazott hangszerre, a citerára is sor kerül, és hogyha jól sikerül a toborzásunk, akkor reményeink szerint elindul Gyergyószentmiklóson is a népi vonós hangszer és a citera oktatása. Az előadásra és az azt követő táncházra a belépés ingyenes, a szervezők mindenkit szeretettel várnak. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter tegnap kijelentette, hogy körülbelül 2 hét múlva a koronavírusos esetek száma csökkenni fog, és a maszkviselését nem teszik újra kötelezővé. A parlamentben nyilatkozó tárcavezető közölte, hogy jelenleg naponta 2000 új fertőzéses esetet regisztrálnak. Ez szerinte jelentős szám, amely miatt tanácskozást is összehívott a kórházak és a megyei egészségügyi igazgatóságok vezetőivel. A helyzetet szerinte megkönnyíti, hogy a jelenleg terjedő koronavírus mutációk nem okoznak súlyos megbetegedést, illetve a lakosságban is kialakult egyfajta immunitás. Erdélyi magyar nők számára alapítottak női jogvédő ügyletet. A kezdeményezés célja magyar nyelven jogi tájékoztatást, tanácsadást nyújtani a nőknek, ahol akár név nélkül is kérdezhetnek jogi kérdésben az érdekeltek. Női jogvédő ügyeletet hoztak létre az erdélyi magyar nők számára, jelentette be Marosvásárhelyi tájékoztatóján Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, a Képviselőház Munkaügyi és Szociális Védelmi Bizottságának alelnöke. Magyar nyelven a nőknek a jogaikról tájékoztatást nyújtani, tanácsadást nyújtani, ez egy parlamenti képviselő munkája is. Aztán egy női parlamenti képviselő munkája még jobban, hiszen rájöttem arra, hogy a nőkhöz sokkal nagyobb bizalommal fordulnak, és ugye rendkívül hálás vagyok azért a bizalomért, amivel hozzám fordulnak, és kérik, hogy segítsek a jogaik érvényesítésében, megismerésében. A ma elindított női jogvédő szolgálat, ügyelet, az egy közös projekt Kovács Mester Szömér ügyvédnővel, hiszen én a jogszabályi részt, ő pedig a saját tapasztalatát, az ügyvédi tapasztalatát tudja a nőknek a szolgálatába állítani. Az én tapasztalatom az, hogy nagyon sok olyan nő van, magyar nő, erdélyi magyar nő, akinek szüksége van ezekre az információkra, szüksége van segítségre, és nem mer kérdezni. És akkor ezért gondoltuk, hogy akár egy online platformon
e-mailen keresztül, telefonon keresztül. Nem kell nevet megadni, elég csak a kérdést feltenni, és az illető megkapja a választ. Tájékoztatjuk arról, hogy mik a jogai, és elmondjuk neki az egész eljárást, amit esetleg a saját eseteibe követni kéne. Az érdekeltek a női jogvédő ügyelet @rmds.ru e-mail címre írhatják le esetüket, kérdéseiket. Munkanapokon reggel 9 és délután 4 óra között a 0725 10 97 57-es számot tárcsázhatják. A sajtótájékoztatón Csép Éva Andrea kitért a nők parlamenti képviseletére is. Elmondta, jelenleg a képviselőház 330 mandátumából 63-at, míg a 136 szenátori mandátumból mindössze 24-et foglalnak el nők. Szeretné, ha ez az arány elérné a 30%-ot. Az őszi parlamenti ülésszak legfontosabb munkaügyi, szociális, családjogi és gyermekvédelmi prioritásai is terítékre kerültek. Ezek egyike a nyugdíjtörvény előkészítése. Fontos érvényesíteni mindazokat a kéréseket, amelyekkel hozzánk voltak a nyugdíjas személyek. Méltányos nyugdíjakat, hiszen egy ledolgozott élet után ez jár nekik, valamint odafigyelni arra, hogy a ledolgozott idő, a ledolgozott évek és a befizetett összegeknek arányában kapják meg ezeket a nyugdíjakat, és ne ugyanannyi nyugdíjat kapjon az, aki 15 évet, 20 évet dolgozott, mint az, aki 40-45 évet is akár dolgozott. A nyugdíjtörvényen kívül a szociális szolgáltatásokat szabályozó törvénymódosítás, a kábítószerfogyasztás megelőzését célzó intézkedések, szabályozások szerepelnek az őszi ülésszak napirendjén, tette hozzá a képviselőház munkaügyi és szociális védelmi bizottságának alelnöke. Ditró község polgármesteri hivatala értesíti az érdekelteket, hogy akik kérést adtak le tűzifa támogatásra, szeptember 18 és 22-e között vegyék fel a havi 20 lejes juttatást. Akik az említett időszakban nem teszik ezt meg, elveszítik az összeget, ugyanis azokat visszautalják a bankba. Idén új helyszínen Nyárád közvényes határában sorakoznak fel a ballonok. A szeptember 22 és 24-e között sorra kerülő esemény a 17. kiadásához érkezett. Új helyszínre költözik Erdély egyik legnagyobb hőlékballon fesztiválja. A szeptember 22-e és 24-e között sorra kerülő esemény a 17. kiadásához érkezett. A parádét eddig a Maros megyei vármezőben tartották, ebben az évben Nyárád közvényes határában sorakoznak fel a ballonok. A település a Nyárád jobb partján Marosvásárhelytől 28 kilométerre, északkeletre, Deményházától 5 kilométerre fekszik. A szervezők a helyszínváltást a könnyebb megközelíthetőséggel magyarázzák. Idén kétféle repülési lehetőséget biztosítanak a résztvevőknek, sétarepülést, ami előzetes regisztrációhoz kötött, és 20-60 percet tart, illetve függeszkedő repülést, amelyre a helyszínen is lehet jelentkezni, ez 5-15 percet tart. Tekintettel arra, hogy a hőlékballonozás rendkívül időjárás függő, és a feltételek általában kora reggel vagy késő este ideálisak a felszálláshoz, ehhez igazítják a programot, és ugyanebből az okból kifolyólag a szervezők fenntartják a programváltozás jogát. A repülésen kívül lesz kézműves vásár, bábelőadás, táncoktatás, arcfestés, vidámpark, tombola és tűzoltó bemutató. Ideink végén megköszönöm a figyelmet, szép estét, a viszontlátás! Műsorvezetőnk ruháját a West Dream biztosította.